Sziasztok! Én Renátor vagyok, ez a videó pedig a Google Pixel 8 Pro-ról fog szólni, elkészült ugyanis a teljes tesztem. Egy mondatba összefoglalva, ez egy remek telefon, az egyik, hogyha nem a legjobb kijelző van benne, a kamerás képességei a top 3-ba repítik, ellenben nagyon megdrágult, az üzemidő és a töltés sebesség az átlag alatti, ahogy a hardware-es teljesítmény is. Kíváncsi vagy rá? Akkor kezdjünk! A külső már mondhatni ikonikus, a hátlapi kamerahíd az teljesen egyedi, ebből már egyből tudni lehet, hogy egy Google Pixelről van szó. A Pixel 8 szériát azt egy kicsit lekerekítették a korábbiakhoz képest, mind a keret, mind a sarkok azok jóval inkább ívesek, mint korábban. A Pro modellnél a sima 8 inverzét találjuk anyaghasználat terén, a Gorilla Glass Victus 2 hátlap az itt matt felületkezelést kapott, míg a keret és a kamerahíd felpolírozott alumínium. Mérete ellenére is kellemes kézben tartani, jó az ergonómia, bár az alul levő hangerő gomb és a felül levő lezáró gomb azért igencsak megszokást igényel. Apropó gombok, egyetlen egy apróságot találtam, ami engem zavar. A hangerő gomb egy kicsit lötyög, és ahogy mozgatom, van is egy kis hangja, mutatom. Az összeszerelés ezt leszámítva kiváló, és van IP68 vízállóság is, másfél méterig vízálló a telefon. Alul kettő hangszórórácsot találunk, de zene csak a jobb oldalin jön, ennek a beszéd hangszóró a párja. Szépen, tisztán szól, és elég hangos is, egyedül a mélyek azok, amin azért lehetne javítani, ugyanis abban vannak érezhetően jobbak. Van viszont adaptív hang is, ami a környezet alapján módosítja a hangzást. A haptikus motor és a rezgések a piac legjobbjai között vannak, ezek ereje szabályozható a beállításokban. Nézzük szemből a lényeget. 6,7 hüvelykes Super Actua OLED kijelző van Gorilla Glass Victus 2 üveg alatt, rendkívül éles, 489 ppi-s pixel sűrűsége van, valamint nagyon fényes, 2400 nit csúcsfény sűrűséget tud kiadni magából, így mindig minden körülmény között leolvasható, a HDR tartalmak pedig gyönyörűen néznek ki rajta. A színmegjelenítés remek, a mozgás megjelenítés is profi, egyébként 1 Hz-re is le tud menni, hogyha statikus tartalom van a kijelzőn, így spórolva energiát. Alapból nem a maximális felbontásra van állítva, ezt érdemes bekapcsolni külön, hogyha már egyszer képes a kijelzőnk a magasabb felbontásra. Ez egy remek darab, talán ez az egyik legjobb, ami kapható jelenleg, a DxOMark mérései szerint legalábbis igen, szerintük jelenleg ez a legjobb kijelző most, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem hiszem, hogy tévednek. A kijelző alatt van egy ujjnyomat olvasó, ez remek helyen van és nagyon gyors, illetve pontos. Van arcfelismerés is, itt az az újdonság, hogy az arcadatok biometrikusnak számítanak most már, így lehet mobil fizetésre is használni, nem csak ujjnyomattal működik, mint korábban. Rendszercsipből a Pixel 8-ban is megtalálható Google Tensor 3 van, 12 GB LPDDR5X RAM-mal párosítva, tárhelyből pedig 128, 256 és 512 GB-os opció is van, valamint létezik egy 1 terás változat is, de érdekes módon csak UFS 3.1-es szabványt használ. MicroSD bővítés az nincs, a SIM tárc csak egy nanoszimet tud befogadni. Ahogy a Pixel 8-nál is elmondtam, a konkurensekhez képest ez a chip gyenge nyers teljesítményben, nagyjából ilyen másfél-két évvel ezelőtti zászlós hajó telefonok szintjét hozza. Ez normál napi használat esetén nem probléma, a rendszer gyors, mikrolaggok viszont néha előfordulnak, valamint pár funkció, például az AI funkciók ilyen 1-2-3 másodperces várakozás után működnek. A multitasking, az appváltás, szóval úgy tényleg az alap napi használat, az viszont teljesen gördülékeny. A játékokat is jól elfuttatja, de érezhetően nem olyan csúcs, mint egyes konkurensek, valamint rettentően melegszik, játék közben is, stressz teszt után pedig gyakorlatilag tűzforró és teljesítmény felét elveszti,
ami az amúgy sem acélos első körhöz képest azért elég fájó, hát szerintem ez elég baj. Érdekesség, hogy van benne egy hőmérő szenzor, ezzel a tárgyak felületi hőmérsékletét meg tudja satszolni. Hogy ezt miért tették bele, azt nem tudom, de van ilyen is. Adatkapcsolati szinten vannak új technológiák, egyrészt 5G-s a készülék, de csak a támogatott országokban működik, ebből ugye jelenleg kiesünk. Wi-Fi-ből van 7-es szabvány is, Bluetooth-ból pedig 5.3. Természetesen van eSIM lehetőség is, illetve van veszteségmentes zenehallgatási lehetőség, de ez csak akkor működik, hogyha vezetékes fülessel használod a telefont. A hívás minősége egyébként tökéletes, működik a zavaró háttérzaj kizárása is. Én Telekommal használtam, minden gond nélkül jól működött. Szoftveres téren, amit a leginkább érdemes kiemelni, az a remek támogatás. 7, azaz 7 év teljes támogatást élvez a Pixel 8 széria, azaz 2030-ig az Android 21-ig támogatni fogja a Google a készüléket szoftveresen. Hát ez most jelenleg a leghosszabb támogatási ígéret, ez egyébként javítja a telefon ökológiai lábnyomát is, legalábbis remélhetőleg. A telefon az Android 14-jel jött ki, viszont ez csak minimális észrevehető funkciókat vagy változtatásokat kínál a korábbihoz képest, például a záróképernyő az jobban szemlére szabható, valamint gyors gombok is tehetők rá, külön beállítva, hogy a bal és a jobb oldalra mit szeretnénk rakni. Adatvédelem szempontjából is fejlődött, az appoknak lehet részleges hozzáférést is adni a személyes dolgainkhoz, például nem kötelező, hogy az adott app az összes fotónkat lássa, külön meg is lehet adni, hogy melyikekhez adunk hozzáférést, akár csak az iPhone-oknál. Az AI funkciókra mentek ugye rá leginkább, mint minden évben, viszont ezek egy része nem használható Magyarországon, csak ott, ahol hivatalosan is forgalomban van a telefon. Az ilyen nem használható funkciók például, hogy az asszisztens veszi fel helyetted a telefont, és leírja, hogy mit akar a hívófél, és még válaszol is a hívásra. Ami viszont működik, azok jópofa dolgok, például az AI által készített hátterek, mágikus fotószerkesztő itt a képről egy csomó dolog kicserélhető, a legjobb felvételmód, miszerint kijavítja a képen lévő emberkéket, hogyha épp becsukták a szemüket, vagy nem néztek a kamerába, valamint később lesz egy mágikus videószerkesztő is, ami elég érdekes. A felvételeket feltölti a felhőbe, és elvileg ki tudja élesíteni, jobb dinamikát, színeket tud majd neki adni utómunkával, de ez még egyelőre nem elérhető, ahogy a Bard sincs még beleintegrálva teljesen, ezek majd az idén évvége fele érkeznek. Tényleg rengeteg funkció van, érdemes a Google oldalán megnézegetni ezeket, vagy a telefon beépített pixel tippek, trükkök funkciójának segítségével, ott ugyanis mindent megmutat, hogy hogyan kell használni. Üzemidő. Aksiból egy icipicit nagyobb került bele, mint tavaly, de úgy alapvetően a konkurensekhez képest, sőt még az elődjéhez képest is gyengébb. Max egy nap, körülbelül ilyen 5 órás kijelzőidőt tud hozni a telefon, hogyha terhelve van, vagy hogyha megy a kamera, akkor nagyon gyorsan merül. A szabványos PC márk üzemidő teszten elért 11 óra 55 percből is az látszik, hogy hát azért vannak üzemidőben jobb telefonok, az előd egyébként 12 óra 15 percet tudott. Ahogy töltésben is vannak nála gyorsabbak, maximum 30 watttal tud töltődni, 23 watttal vezeték nélkül, de csak akkor, hogyha Google Pixel standen tölti az ember, Qi szabvánnyal csak 13 wattot tud, illetve van 5 wattos visszatöltési lehetőség is. A töltési idő az javult a 7 Pro-hoz képest, de így is lassú, 1 óra 25 perc kell, ezzel azért a mezőny hátsó fertáján kullog. Jönnek a kamerák, a Pro Pixelek leginkább hype-olt szekciója, és igen, ez itt elég jól sikerült. A főegység ugyanaz, mint tavaly, de most f/1.7-es rekesszel, van lézeres autofókusza és optikai stabilizálása. Az ultraszéles 48 megapixeles, 126 fokos látószöge van és autofókuszos, azaz makrozásra is képes. A telefotó ugyanúgy 48 megapixeles, mint korábban, 5-szörös optikai zoomra képes és optikailag stabilizált. A selfie egy 10,5 megapixeles egység, itt autofókusz képes. Pro modellnél vannak Pro beállítási lehetőségek is a fotós alkalmazásban, nem csak hardveresen Pro, itt elég sok beállítás módosítható, valamint van lehetőség 50 megapixeles RAW formátum készítésére is. Az elsődleges egységgel készített fotók remek minőségűek.
a fehér egyensúly, a kontraszt, a dinamika, a vonalélesség, mind első osztályú, zaj nincs, tökéletesek a fotók. Kétszeres nagyításban szenzor zoommal dolgozik, és ott is remek a végeredmény. Az új ultraszéles is nagyon ügyes, remek a végeredmény, minden téren kiemelkedőek a fotók. Talán azt mondom, hogy ez a jelenleg legjobb ultraszéles a piacon, a látószöge is hatalmas, és még ennek ellenére a sarkok sem mosodnak el. Van ugye autofókusza is, úgyhogy makrozni is remek minőségben tud. A telefotó is jobb lett, mint tavaly, tökéletesen éles a képe, és minden téren kiemelkedőt nyújt, egyszerűen nem tudok belekötni. A portréfotókban viszont igen, itt nem annyira pro, itt alapvetően jól működik, ellentétben ugye a sima Pixel 8-al, viszont a háttér elválasztásban itt is gyakoriak a hibák, és hát alapvetően nem annyira élesek a képek, mint elvárnám, főleg, hogyha mesterséges fénynél készítjük. A selfie fotók jók, de ezekben sem kiemelkedő a telefon szerintem. Viszont éjszaka az elsődleges fotói, azok aztán lehengerlő minőségűek, igazából minden olyan, amilyennek kell lennie. Egy kicsit fényesít ugyan a valóságon, ez a fotókon jól néz ki, viszont még nem üt el zavaróan a valós látványtól. Eszméletlen jók ezek a fotók. Az ultraszéles ugyanúgy nagyon-nagyon jó képeket készít, mint nappal, és nincsen zaj sem. A telefotó is nagyon profi éjszaka, kiválóak a fényképek, nem panaszkodom, szerintem nagyon komoly, amit ezen a téren nyújt a telefon. Videózni 4K60 képkockával lehet maximum az összes kamerával, beleértve a selfit is, és van 10 bites HDR is, 4K30 képkockáig. Mind a három hátlapi kamera remek felvételeket tud készíteni nappal, sok részlet, szép színek, jó élesség jellemzi őket, és nincsen képzaj, valamint a stabilizálással is abszolút elégedett vagyok. Éjszaka az elsődleges, elég jó, ezzel elégedett vagyok. A telefotó is alapvetően ügyes, de itt azért néha keresi a fókuszt, viszont hogyha az megvan, akkor jó a felvétel. Ultraszélesben a sima Pixel 8 az gyalázatosan gyenge volt, itt nem ez a helyzet, lényegesen jobbak a felvételek, nincsen az a nagyon brutál zajosodás és a frame drop. Nos, ennyit gondoltam elmondani a Pixel 8 Pro-ról. Összefoglalva, egy csúcskijelzőt, csúcskamerás képességeket kapunk egy ilyen egyedi, szuper dizájnba csomagolt telefonban. A szoftver remek, okos és egyedi, benne van minden, amit a Google jelenleg tud, ráadásul rendkívül hosszú, 7 éves támogatással megspékelve. Minden másban viszont csak középszerű. A hardware gyengébb, mint a konkurensek, az üzemidő sem túl acélos a 6,7 hüvelykes mérethez képest, valamint lassan is tölt. Míg a konkurencia, például az Apple árat csökkentett, addig a Google árat emelt, 200 euróval megnövelték az európai listaárat, az Alza meg még ugye ráteszi a saját kis hasznát is, így félmilliós nyitóáron indult el, ami sok érte. A pixelek eddig szuper árérték arány miatt voltak igazán megérősek, most már nem nagyon van árelőny a konkurensekhez képest. Ráadásul ott van 5G is, ami itt ugye nincs. Ezen az áron szerintem egyáltalán nem megérős, igazából annyi lenne a reális, mint tavaly, szóval ez a max 400 ezres árcímke. Én most ennyiért ezt egyszerűen nem ajánlom, de persze remek telefon, csak nem ennyiért. Ti mit gondoltok a Pixel 8 Pro-ról? Vennétek ilyet? És mennyit adnátok érte? Beszéljük a komment szekcióban. Figyelmeteket köszönöm szépen, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekel a tech. Köszönöm még egyszer is, legyen szép a napotok, sziasztok!